lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros, legjava fala és erős színbor. És ezen a hegyen beveszi a lendet, amely minden népet betakar, és a fátyolt, amely minden nemzetet elbújt. Örökre megsemmisíti a halált. Isten az ő, letörli a könnyet minden arcot. Lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön. Ő az Úr mondta ezt. Azon a napon majd így beszélnek. Íme a mi Istenünk, benne reméltünk, hogy ő megszabadít minket. Ő az Úr, s mi benne hiszünk. Örüljünk és újjongjunk szabadítását. Lám az Úr keze, megpihenne hegyen. Ez az Isten a szolgákhoz. A mennyegző kész,
de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az út kereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott köztük egy ember, aki nem volt mennyegzős ruhába öltözve. Megszólította: barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs mennyegzős ruhád? De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgának: kezét, lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre. Ott majd sírás lesz, és fogcsikoltatás. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ezzel az evangélium igényi. Áldjon téged, Krisztus! Uram, kedves testvérek! Jézus mindig mentünk bennünket lenni példabeszédeivel. Sokszor abszurd dolgokat állít, sokszor szinte lehetetlen követelmények elé állít minket. Mondja azt, hogy a só ízét tudja veszteni, nyilván teljesen abszurd a történet. Mondja azt, hogy az inget elveszik, adod az egész költösület is, a megütnek jogarcot, tartsd a balarcot is, és még sorolhatnánk az abszurditásokat, mi mindent meg nem követelünk tőlük a mesterek. És aztán egy kicsit meglepő a mai példabeszéd evangélium. Gondoljuk csak el, egy király, aki mennyegzőt tart a fiának. Nyilván kisebb városokra kellett gondolni ebben az időben, nem ilyen nagy milliós településekre, de nyilvánvalóan több ezen azért abban az időben is élhettek egy városon belül. Nyilván több napig tartva a lakodalom volt ez. Ma is visszaemlékezem egyszer az egyik paptársnak, akit velem egy időről szenteltek. Délvidékre, Vajdaságba mentünk be hozzá az első misére. Hétfőn kezdődött a készület, és egész vasárnapig húzódott a paplapzik. Már csütörtökön szerben húzták a talpalábalót. El tudtuk képzelni, milyen is lehet, hogy a mesterei vagy evangélium belé lakodalom, hogy több napig is eltart. Valami ilyesmire hívhatta, hogy hívja ez a király az ő alattvalóit, embereit. Egy olyan helyre, ahol nem kell semmit sem csinálni, csak enni kell, inni kell, pihenni kell. Eddig mi benne is vagyunk. Még talán azt is el tudjuk fogadni, hogy hát valamit ezt visszatosítják. Hát nyilván mi sem tudunk minden lakodalomban, ünnepben, meghívásnak elegettél elmenni. Aztán kezd egy kicsit megdöbbentőre fordulítani. Ugyanis ez is mennyek országára van, szóval tisztázunk az elején. Mennyek országa hasonlít, kivárjuk, aki lakzik tart. És akkor újra kiküldi a meghívóval az a király, annyira szeretne, ha a fiának az örömével részesülnek a többiek. És hát, ahogy már csak szokott lenni, éppen most a földet kell művelnem, éppen most üzletet, köszönöm, nem kérek. Aztán egy kicsit durvá reakciót meggyilkolják ezeket a küldötteket. Érdekes, hogy a mennyegző nagyon jól kezdődik, hogy a vérfürdőt korkolik, és az is lesz belőle. Kiküldi a katonáit, jól fölkoncoltatja az egész pont, jól föl is gyújtja őket. Kezd már az érdekesen, hogy jelsz a mennyek országa. Hát korábban nem arról hallottunk, hogy valamint a mustárma, hogy a kó legkisebb, ami is hatalmas bokorrá nő, madarakfészkelet rajta, valamint a kovász, megkerti a kenyeret, valamint a földre rejtett kincs. Mindegy ilyen pozitív dolgok voltak. Most meg egyszer már ilyen jelzőnyi az, hogy nem tetszik őstem, hogy mit össze fogok haszabolni. Talán nem is annyira Istenről szól ez a történet. Talán sokkal inkább rólunk szól a történet. Ha valamit visszatosítunk valami jót, az bizony következményeket fog járni az életünkben. És az a helyzet, hogy csak apránként utasítjuk el, de Sátán, aki nagyon-nagyon jó módszer van, az egyre rendkívül nyájussal jön. És azt mondja, könnyűre is írni. A második apránként jön. Egyszer csak elmarad egy vasárnapi szentmise. Egyszer csak elmarad mondjuk a család egy születésnapi köszöntő. Egyszer csak ez marad, egyszer csak az marad el. A végén rendszerré válik. Gyönyörű szépen kiépül egy nihilista rendszer. Egy semmit nem tisztelő rendszer. Aztán csodálkozunk, hogy jé, a gyerek ezt mind nem tanulta meg, ezt a rendszert.
elszólt minket a rendszertől, így a gyerek visszafelesen, így a gyerek belakja a szüleit az ős otthonba, így a gyerek is meg eutanáziára küldi a szüleit, és beadja a méreginjekciót. Ez lesz annak a következmények, hogy szintlassan elmegyünk dolga az életünkből. Szoktunk beszélni IQ-ról, intelligencia kócienz, ugye, intelligencia hányados. Ezt talán többen hallottuk, már ismerjük és kitöltünk teszteket, aztán meghatározza, hogy mennyire intelligens az illető, hány kockát tudok beradni, hány háromszög, meg egyébek. Aztán beszélünk EQ-ról, emotional kócienzről, érzelmi hányadosról. Ez is reméli, hogy milyen érzelmi szinten állunk, mennyire élet érzelmének. De talán van egy vallási intelligencia az emberek, egy vallási hányos. Vajon hányan állunk Istennel? Vajon hányan állunk mi a másik ember a Isten képben? Vajon csak egyszer kell eljönni a templomba, egy kiemelt ünnepen? Meg miért is jönünk ebbe a templomba? Ugye itt az evangélium másik része kicsit ezt feszegeti. Az első része tiszta sor. Hívták őket, visszautasították, meg is. Nem tetszett, nem voltam ilyen, nem akartam, ennyi volt. A második része viszont, miről is beszél? Kiküldi a király katonái szolgáját, mindenkit kényszerítsetek meg az utcában. Jobbat, rosszabbat, egyelem behívnak. És aztán a magukában ott valaki belet kényszerítve, ha akart, ha nem, ott van, jött haza biztosan mezőföldről, csuda tudja honnan, éppen várta a disznót, Isten tud éppen, csak korozott a haverjaival. Hát hogy tesz ki, oda a lelkültönybe szoktuk menni, hogy már milyen kis munkásnál van, belet kényszerítve a lakziban, ha akart, ha nem. És milyen igazságra vele a király? Hát testvére, barátom, fiam, mit keresett éppen, és mit dobják? Mi is a baj ezzel a munkás, disznóvágásos, korozós, más emberrel, hogy nem készült? Viszont csak aktívan is kell utasítani, hogy nem megyek itt oda-oda, nem tartom be a jó kis szokásokat, amire olyan szeretettel hivatkozunk, hogy hagyományok itt ott tanult, hanem viszont passzívan is lehet Istenre vétkezni. Elhagyni azokat a jó dolgokat, jó szokásokat, amelyek még húzan tartottak minket. Egy kis lesz üzenetni most nekünk ezen a mégis szép ünnepen, hogy nem csak alkalmanként kell Istenet szeretni, nem csak karácsonyokat ajándékot adni a családtagoknak, hanem 365 napon minden nap egy picit leimádkozni Istenhez. Reggel fölkerülök, egy 5 perc biztosan két vállalkozás között, abban azért, hogy Uram, mit tervezek már veled? Aztán este szintén csak megmondhatod, hogy Uram, mit köszönhetek neked, meg milyen is kérem bocsánatot. Talán ez lesz az igazi Isten hit és Isten szeretet, amelyet összejövünk és ünnepünk. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenki Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszerűen, a mi úrunkban, aki fogantatott a Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett a koncius kínálás alatt, Jóságodat dicsérj, Jézus az egész világ, a madarak szép.
minőséggel akarunk dicsérni. Segíts bennünket, hogy egész életünkkel dicsérhessünk téged. Növekedjünk bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt. Édesanyjunk, szívünk áldott bölcsét hozzuk elég Jézus. A gyermekeket hozzávezető édesanyám útját szeretnék járni. Gönyörös és nehéz az út. Jóságos ég édesanyám, a szűzenek közbejárásával segít bennünket, hogy soha el ne akarjunk, hanem megerőzzel jussunk hozzá. Kérjük téged, hallgass a segítséget. Jól tudod, Jézus. Gondjaim között milyen kevés idő jut a gyermekeim számára. De értesd meg minden keresztény édesapával, hogy merjenek bátor, hitvalló keresztények lenni, hogy azáltal is öregednék a boldog családok száma magyar hazánkban. Kérjük, a tartsas végül a nagyszülők szólnak hozzá Jézus. Sokszor alig van mondunk arra, hogy unokáinkhoz férjünk, de mi hiszünk az imádság elejében. Áld meg a nagyszülők imádságos szívét, hogy legyen láthatatlan nevelője és vezetője minden veszedelemben forgó ifjúnak és gyermeknek, és hozza vissza hozzád azokat a családokat, amelyek eltávolodtak tőle. Súlyos kérdésekkel állunk előtted, Urunk Jézus, de te visszadtál bennünket, kérjetek és kaptok. Egyházközségünk egyik legszentebb ügyét tártok most elét. Ezen a szép napon nagyon jövő mindjárt életét, az a reménység, hogy ígéreted nem mondom vissza sohasem. Áldj meg minket, aki komolyan veszi a gyermekek lelkét, és neked ajánlja őket, aki ezt is uralkodva mindörökkön örökké. Hogy mindig és mindig.
Thank you.
Isten báránya, én, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hagyjak a kérdőt, hanem csak egy szoborban, és megnéződött. Amikor ismét megjelenik az Úr, hozzá leszünk hasonlóan, mert látni fogjuk, amit van. Átölelett Jézusom és szíve hozzája, a Szent Angyalokkal, hódoltal, imádom. Köszönöm, hogy értem az égből lejöttél, felkészen a csinazolában, szívem Ah.
mert ilyeneké a mennyek országa. Őrangyalok védik őket, akik színről színről látják Isten. Ne áthasson nekik a gonosz lélek, bűn és csábítás, megnyarodja őket. Az Úr legyen veletek. És a gyermekedben. Urunk Jézus Krisztus, Te hozzád jövő gyermekeket, magadhoz öleltet, és kezdett főzetére megállítod őket. Azt mondtad, engedjétek hozzá a kisdedeket, és ne tiltsátok el őket tőlem, mert ilyeneké a mennyek országa. Ezeknek angyalai színről színre látják a mennyeiöket. Kérünk, tekintsd ezeket a gyermekeknek ártatlanságát és szüleik hitét. Papi szolgálatok által áld meg őket a mai napon, hogy kegyelmetlen és irgalmatlan mindig előbbre haladjanak. Tartsák meg parancsaidat és éljék el kitűzött célidat általad. Világ megváltója az Atyával és a Szentlélekkel együttes és uralkodóval. Isten mindörökké örökké. Amen. Istenünk, a Te felfoghatatlan gondviseléseddel szent angyaladat küldöd örözésünkre. Add meg, kérünk, oltalmuk végén a földön, és a velük való élet közössége megörvendeztesse minket a mennyben, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Áldja meg benneteket, mindenható Isten, őrizze meg szíveteket az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A szentmise véget ért, menjetek békével. És ennek. Kérni. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a 8. Lajos Komáromi sporttáborban. Ismét eljött a hét, hogy együtt lehessünk és sportolhassunk. Nagyon várta már mindenki, úgy gondolom. Viszont táborunk nem jöhetett volna létre a támogatóink nélkül, akiknek ezúton szeretném megköszönni külön az önzetlen segítséget és a támogatást. Nagyon sok új sporttal, meglepetéssel készültünk, illetve a régi sportágakat is ki fogjátok majd próbálni, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy jól érezzétek magatokat. Mielőtt átadnám a polgármester úrnak a szót, háromra kérnék szépen egy hatalmas sporttábor. 2-3! Sporttábor! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Én is mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Hát úgy gondolom, ezekben a, hogy mondjam, vészteltes időkben örömteli látvány a gyereket egy csoportban látni. Gondolom, ti is vártátok az elmúlt pár hónapban, hivatalosan nem sok lehetőséget volt így összejönni. Köszönöm a szervezőknek, hogy a nem túl kedvező, biztató előjelek ellenére fölvállalták ezt, hogy ezt a tábort megszervezik. Bízom benne, hogy zökkenőmentesen, fertőzésmentesen túl leszek rajta. 8. tábor. Sok lehetőség volt már az elmúlt 8 évben, ahogy hallom, akkor az idei évben is. Örülni kell neki, nem sok helyen szerveznek, tartanak ilyen tartalmas tábort. Mozoghattok, jól érezhetitek magatokat, és ebben az évben én gondolom, ez különösen aktuális és fontos számotokra. Kívánom, hogy érezzétek jó magatokat, és én is külön köszönöm minden támogatónak, főleg a szervezőknek, tehát akik ezt fölvállalták, hogy így összehozzátok ezt a tábort, és megtartjátok, amivel
mi az önkormányzat részéről tudjuk, természetesen támogatjuk, és még egyszer kívánom, érezzétek jól magatokat, az szép hetet. Köszönöm szépen. Nekem most egy kicsit arról kell beszélnem, hogy hogyan mossatok kezet. Nagyon fontos dolog, hogy tiszta legyen a kezetek, mikor hozzányúltok egymás után a különböző eszközökhöz, vagy pedig elmentek étkezni. Jó? A mellékhelyiség előtt és után is kezet mosunk. Nagyon sok helyre ki vannak rakva a kézmosóhelyek, úgyhogy szeretném, hogyha mindenki szépen használná, mert hogy ugye ti fiatalok vagytok, ti szépen tudja a szervezetetek elraktározni ezeket és feldolgozni ezeket a baktériumokat és bacillusokat, de egymásnak viszont odaadhatjátok, nem tudjátok, hogy ki az, aki fogékonyabb rá, jó? Arról szeretnék még beszélni, hogy hogyan kell helyesen kezet mosni. Oda. Igen, légy szíves. Szóval. A szappant, megvizezed a kezedet. A szappant rárakod, és eldörzsölöd a kezeden. Először a tenyereden. Csinálhatja mindenki. Jó? Vésődjünk be. Jó? Bevizetitek a kezeteket. Aztán eldörzsölitek a tenyereteken először. Aztán ide hüvelykujjatokhoz. Így. Aztán az ujjaitok között a tenyeret felül, aztán meg fölülről. Oké? Okay. És utána kell leöblíteni. Jó? Utána mossuk le a kezünket a szappantról. Szépen meg kell törölni. A vizes kéztől kiszárad a bőrök, kireped, úgyhogy szépen meg kell törölni utána. Jó? Ennyi. Érezzétek jól magatokat a táborban! És akkor megkérnék szépen mindenkit, hogy a reggeli közös tornára fáradjon a pályára, és utána meg indul a program. Köszönjük szépen! Come on!
We'll be right back.
hát és egy, nem mondom, hogy eseményekben gazdag év kellős közepén vagyunk, de mindenképpen egy gondterhelt év közepén vagyunk. Tehát az elmúlt hónapokban nem sok lehetőségünk volt összegyűlni. Ehhez képest úgy gondolom, hogy Lajos Komárom lakosságának van egy olyan része, aki kellően bátor volt és kijött egy központi rendezvényre. Nekik köszönjük. Köszönjük a résztvevő csapatoknak. És akkor a lecsók főzőverseny eredményhirdetése. Részt vettek eredményesen, és gratulálunk tűzoltók csapatának. Az okleveleket megtartjuk, tehát az eredményhirdetés után várunk mindenkit a színpadra, és megkapják majd az okleveleket. Strobe Ferenc és csapata, gratulálunk. Szili Balázs és csapata, gratulálunk. Pince Legyek és csapata, gratulálunk. Litauszki Henrik és csapata részére gratulálunk. Branszki Lajos és csapata részére gratulálunk. Németh Krisztián és csapata részére gratulálunk. Valog Istváné, Edith és csapata részére külön díjat ajánlott fel a zsűri. Részükre nekik is gratulálunk. És a helyezettek jönnek. Harmadik helyezést ért el Lackó Borbála és csapata. Finom kis mézes lecsó, gratulálunk. Második helyezett Fekete Károly és csapata, gratulálunk. Odaállok a jegyet, és nézem. És az első helyezett Képli Katalin és csapata. Délutánhoz egy gondolatot szeretnék hozzátenni, azon kívül, hogy gratulálok a résztvevő csapatoknak, és köszönjük szépen a részvételüket. Ugye 4 órakor volt egy úgymond útátadás. Ebben az évben volt egy szerencsés pályázatunk, külterületi utak. Arra nyertünk 10 millió forintot. Ebből a pince sor összekötő utat tudtuk elkészíteni saját embereinkkel, saját munkával. Mindenkinek, aki részt vett benne, köszönöm, és úgy gondolom azért ez egy jelentős előrelépés mind a Nordic Walkingosok számára, mind a település turisztikai vonzerejét tekintve. Lehetőség van a falu egyik legszebb helyét és már közvetlenül körbejárni. Egész hosszú gyalogútjaink vannak, gyönyörű környezetben. Mindenkinek kívánom, hogy ezt az utat ismerje meg. 20 év után ismét járható, mert előtte azért járható volt ez az út, és hát köszönöm ebben a munkában résztvevők munkáját. Továbbiakhoz mindenkinek jó szórakozást, szép délután, estét kívánok. Köszönöm szépen!